Adjon Isten! Ó, szávú! Ah, te! Eljöttem egy rövidre, mert a hosszút azt nem szeretik nézni az emberek. Nem szeretik? Nem, alig nézték meg egy párra. Reklámot is betettem, azt se olvassa senki. Na, hanem. Az a helyzet, hogy most még ebédelőt akartam egyet. És itt elfordulnott a Baranyi sétánynál, most képeztem egy gödröt, aminek a földjét majd ide hozom. De előbb szénával betakarom ilyen elázott, árulhat szénával, mindjárt kettőt már megcsináltam. Aztán mondom, hogy addig nem megyek be inni egyet, míg meg nem nézem a Pézai Fárdátorony krumpli ágyásomat. Hát ugye azt már a nyáron vélelmezni lehetett, hogy ameddig a disznók fölérték, addig kiszedték az összet. Csirát, tehát nem tudott megmaradni, bár a hajtásokat lezabálták, addig kaparázták, még a krumplibek kipatyogott a kis szájukban. Na most, amit nem értek föl a tetején, azt most nagy nehezen szétszedtem, és azért van itt az ollom, mert szét kellett ezt bontani, hogy szétdűjön. Most ott keresik benne a pajórokat, meg az apró krumplit. Hát gyakorlatilag a felső peremben lett egy olyan, hogyan mondjam most, közel itt a kartoffel, burgonya, a krumpli, választási krumpli 300 forint körül lesz karácsonyra. Már most 279-280. Én 320-ért vettem. Hújjaj, akkor teljesítünk. Annyira teljesítünk, hogy már nem is kell pénz, mert végül is az Uniótól már az egyházi tanárok azok kapnak majd, az oda nem kell megvárni, azt csak eszembe jutott. Na most a krumplival azt csináltam, hogy azért emlékezetes legyen, mert ennek nagyon jó volt a teljesítése. Tudjuk, egy napot baszakodtam vele. Még egy réteg ilyen, egy réteg, egy krumpli, egy szalma, egy kis hamu, egy kis főt, egy kis talicskázás, egy kis bedrótozás, ádült, akkor egy órám elment arra, hogy visszafeszegettem, mégiscsak ment tovább. Szóval egy napig dolgoztam rajta, és gyakorlatilag az a paraszt munkabére, hogy most lett 2 kiló krumpli. Egy rendes családnak egy ebédre volulna. Ha úgy veszük, ha elég sok gyereket oda csinált, akkor még lehet, hogy kevés is, érted? De megpróbáltam, és persze már valaki, olvastam, rákérdezett, hogy mi van a krumplival. Hát a krumplival az van, hogy hogyan mondjam, logisztikailag jobban oda kellett volna figyelni, érted? Meg persze, ha nincs állat a környezetben. Most az történik, hogy a két ágyásnál, ha körbemész, majd meglátod, ugye ezek körbecsavaros paradicsomok voltak erre madzagra, de azért az nem zárta ki, hogy néha oda ne kössem, mert össze látszott rajta, meg hát még most is volt, hogy ezeknek azért akkor súlya volt. Most ezeket bontom el, egy kicsit megforgatom alsóhegyen, és akkor utána rászalmázok, színázok, mint adottam, amint ott lekaszáltam, elrohadt az esőkbe, azokat mind ott is rá. Az etekerem takarom már, hogy van talaj, amit a Baranyi sétált elő kiszedtem, és akkor várja a telet, a havozást.
Mint ahogy Kőszegen már tegnap jelezte nekem egy barátom, mert most a hivatalos jelentéseket nem nagyon figyelem, mert megkülelked mondjam őszintén, hogy tegnap 8-10 fok volt itt Bugaszegben, a facebookon meg mindig 0 fokot mutatott. Úgyhogy most már nem tudom, kinek higgyek. Érted? Az olyan volt, mikor a óra átállítás volt, akkor bent az étkezőnkben is van egy óra, ott a Facebook fölött is, meg a konyhánkban is. Az egyik automatan átállít, mert ugye az van modern, a másikat meg a fiam szokja átnyomkodni, vagy tekergetni, nem tudom. Ez nem az, amikor áramszünet van, mert benne is van egy óra, ahol én éjjel nem horkulok, csak az asszony. Szóval ott is van óra, de azt meg akkor újra kell pötyögtetni, hogy beálljon a rendes idő. Bármi a napra ébredünk, meg a nap, hogyan mondjam, a holdvilágra fekszünk, de ez se igaz, mert 5 órakor már nem lehet dolgozni, csak villanyfényni. No. Ezt csinálom most. De most bemegyek. Nem foci meccset nézel, Jani bácsi? De már a tüntikézést majd megnézem, arra bemegyek. De jaj, nem már most, figyelj, de most én is megcsinálhatnám, hogy ugye arra van kis Bugaszeg, arra nagy Bugaszeg. Illetve ez az. Azon kívül van Kécs. Azt a különböző régi tájnevek vannak. Na most én ide fölírhatnám így, igen, hogy kis Bugaszeg, nagy Bugaszeg, érted? Meg ugye Orda-Csehi, Csehi, Balaton-Csehi, Csehi-Csehi, meg Kis-Trianon, Nagy-Trianon, és akkor így lebengetnék egyet, hogy én vagyok a Jani bácsi, és az élet. Bár hozzáteszem, valaki nagyon kért, hogy énekeljek meg, mert tavaly eleresztettem egy-két dallamot, de megmondom őszintén, hogy nem akarok énekes kódisként Kossuth díjat kapni, azért tartózkodom az énekléstől. Mert még a végén beneveznek, érted? Érted? És ha fölkérlek a World Music-ra, mikor fölmegyek... Hát még a Prima szímet nem adták mire. De jó, de amikor képzeld el, hogy fölkérnek erre a szerepre, és akkor én fölmegyek oda a Carnegie Hallra, vagy valamelyik amerikai centerre, csak előtte le kell várnem a bakancsomból disznószoros ragadancsokat. Azt mit szólnak akkor a népek? Úgyhogy lemondtam erről is, úgyhogy kisebbségben vagyok majd Bugaszegben, abszolút. Na, gyere, megmutatom, mi a dolog, és tulajdonképpen. A szemeket likvidálom, de ebből a sargyú fűszer paprikában van a legjobb lecső, ezek én az édes nemes paprika. Hát amit megszárítottunk, abban por van, le van már darálva, meg a későbbi még most szárad. Volt egy praktika, hogy azt mondja, éjjel benedvesedik, fölvettük a könyvtárba, ott is megpunyadt, szóval inkább megrohad egy kis része, a beérett piros paprikának, nem jó. S találtam neki mondani, hogy mit röstelled itt magad, minden nap begyújtasz, mert meleg érzékeny az asszony, érted? Meleg érzékeny, szóval melegre indul be. És akkor mondom neki, ott a kályha cső mellett van egy falba bekötő bilincs, ugye annak van egy ilyen kis szára, mondom, oda aggast ki, ott megszárad minden nap, leváltod ezt a pár 15-20-at fűsz föl rá, így piros paprikát, és mondom, a fal meg a kémény között, pont nem bügyös, azt mondom, tedd oda föl. Azt mondta, hogy hát akkor hogy néz ki? Hát mondom, úgy néz ki, hogy nyáron hányat elvittek német úriasszony dísznek. Mondtuk neki, hogy nem erősít, ez nem érdekli, hogy sarfa vagy nem sarfa, érted, hanem dísznek viszi. Dísznek. Amikor meg beszárad, amiből a legjobb pörkütalja, meg disznőléses porpaprika van, akkor meg kibaszak a kukába. Ez a világ van, érted? Dísznek viszi a paprikát. Én meg mondtam neki, hogy máma, csináljon, mert tyúkot vágtam, ugye, mert jaj, tudod, mit felejtettem? Erzsébetet napot. Akkor volt a fölvétel a múlt héten. Mert majd Katalin van, nem? De azért vezetem rá, hogy az Erzsébetről megfeledkeztem,
tegnap pénteken nem volt, akkor meg ugye Katalinna volt, és akkor a herre cicát, a katicát. Most minden Katalin megköszöntök, és utólagosan meg a Erzsébeket is. Emlékszel, amikor én egy kicsit ezt a volt angol királynőt lebüstkéztem, azon volt 1 200 000 like, mert ez tetszett az embereknek, hogy ilyen közvetlen barátságban vagyok, ilyen nagy ismert emberlányokkal. Hát egy másik államköztársaság elnökével, királynőre. Jaj, te milyen meg tudod, hol van most? Meg ne tud. Kiöltözött és elment Ukrajnába. Ezek szerintem most olyan békét ír alá, mint a rosszabbban, majd meglátjuk. Ezt kivárjuk, legyen úgy egyébként. Majd megyek be, mert nem tudom, mire van fókuszálva az időpontja ennek a mai figyelemfelkeltésnek Budapesten, amiben már a mentősök is beszállnak. Érted? Mert azok is úgy gondolják, hogy de az szóháznak itt így nem tetszik, ahogy van már. Túl sok a teljesítés, túl sok a pofázás, csak nem érezzük. Jaj, kaptunk nyugdíjat, emeltet. Persze az asszony bebiciklizett, most oda csörgett a hidru, M7-es fölötti híd alatt lakok, ugye, hát mellett, ott mikor megcsörgett az asszony, az a biciklire potott, bement az emelt nyugdíjért, meg a kiegészítő nyugdíj, meg az elmaradt, minden volt. Most alig bírt visszabiciklizni Bugaszegbe, annyi nyugdíjat kaptunk ketten, több mint 120 000 kaptunk ketten. Nem, bocsánat, az van akkor, amikor rendes van, de most meg úgy főment, hogy alig bírt vele hazajönni. Aztán persze én meg azonnal megjegyeztem, hogy mi a rosszabbnak hagytad volna ott a postásnak, ha mondom, még a múltkor is se fogyott-e. A szegény apám szokta, hogy a máj, hát ugye, postás, hogy ne hozza ide, hát még megvan a múltkor is, mind a 6700 forint ott van a kredencben. Anyám meg persze, rögtön kikapta a postás kezébe, de ezt már tovább előtt elveséltem, ott a birka kapta, hogy gyere, nézd ide! Hát meg nem a birka volt, hanem az őzek is beugrálnak, leszik a karolábi levelet, de hát hadd egyik, fel a sajnálja tűnik. Mert ugye annak nincs kerítés, mert mondják, hogy be kéne keríteni. Hát be van, hát van, amikor az autópályán átröpülnek, olyan a terábbusz. Na hát itt vannak a különböző fajták, most itt megyek sorba, amikor maradok itt, hát volt szakadáridőm, érted? Amikor valamit abba hagyok, mert most például nem indult a traktor, tőttön van, azért most átfundáltam ebédig a dolgot. Na most ez süllyedt meg tavaly ugye, a legjobban, és erre most beszéltöttem, hiszen látszik itt a három, mert le lett kaszálva elég nagy terület az új gépe, az van alatta. Arra hoztam rá 18 vödör, hát felső talajt, tehát elvileg humuszos, ősi felső talaj, a baranyi sétány. Azzal van most letakarva, ezeket még nem döntöttem el, hogy marad-e, nem-e, de egyelőre ott marad. Egyébként meg filozófáltam itt magamba, hogy mi lesz itt, ha most megállvetem, vagy elvitetem, azt akkor ugyanebben maradok, hogy itt a dolog sose fogy elfogni akkor. És mondom az asszonyt, azt mondta, az az én dolgom. Na mondtam, gyere, sárgy, szerintem az én dolgom. Bár most van fölvető fonal, most egyfölte abból szöveget értem. Gyönyörűt csinált, láttam. Na, most ebben vagyok, azt abban stúdióban hoztam, hogy mi lenne, hogyha a két sarkába ütetnék két ősi eredeti Jonathant. Mert az az egy, ami még alma én szerintem. A többi ilyen agyon nemesített, a gyönyörű, szép kettivágott összük, a barna ilyen amőbe fotók vannak benne, és kásárba azt akkor megy a birkáknak. Úgyhogy nem kizárt, hogy jól a tanárdőt csülök. Nem biztos ám, hogy így lesz, nehogy valaki most számon kérje. Megfordult a fejembe. Ha még öregebb leszek, akkor már ás sem megy, viszont hőnyúlni még föl tudok. Nem tudjuk, majd megalakul. Na, meg azt csináltam meg tegnap, meg csináltam egy ilyen könnyen mozgatható kis kocsit, a Peter Céter barátom modernizálta a kerekesszékes
kocsiját, és elhozta nekem ezt a tömöröt, de ebben nem kell levegő. De nem is vas, hogyha ráhúzom a slagra, akkor elvágja, és összeállított a fiam egy ilyen könnyű gépjárművet. Ez a kenyérgőzés, tudod, ez elmegy zsíros kenyérre. Vagy tónikő, vagy húzni. Mi annyi járművel van már, mint a rossza. Na most meg ezt meg mutattam, hogy rám beszélt, hogy ez nagyon megéri, mert ha most a kulák lennék, és lenne, mit tudom én, tengerim, azaz kukoricám, amit még csőbe szedünk, akkor ugye az okos paraszt ma abban az időben, 50-es években villamosította valami mosógép motorra, de hát csak azért, hogy... Ja, és akkor ez a Weiss Manfrednak a csapál. Azt mintha beszéltünk volna már, ez a valami sorozat száma lehet, hogy így van, nézi, de ez a nagyon szép kis monogram a Manfred papáé, de ez gyakorlatilag a csapál növeket jelenti. Igaz? Igen. Tehát ezt már szerintem a mai gyerekek nem tudják. Meg lehet, hogy én sem tudtam volna meg, ha valaki azt el nem meséli, hogy ő dolgozott. Érted? Már csak mi arra vagyunk válva, hogy a Weiss Manfred, meg egy-két olyan nagy gyáriparos, akik ugyan sábezdeklit hordtak a fejükön, de gyártották a fegyvert a németeknek, azért aztán nem bántották őket. Azért be van a történelemben. Ujjaj! Józsi, mert ez az Józsi gyakorlatilag. És akkor mi nem politizálunk rá, tudják. Na, így gyorsan nézzük meg, mert ezt állára tudjunk. Jöntöttem a 10. kocsopot. Ne filmeztem, hogy jöttem be. Na jó van. Aztán fölhoztam azt a bolytást, amit hát és emberek úgy gondolom, új pénz, új asszony, új elgondolás, ezeket úgy szétverték a kötőanyaggal együtt. Én meg úgy gondoltam, hogy most ez a testvérek között is egy gyenge köbméter építőanyag, amit a sítből átválogattam, mert a hitfánya az itt van lent, így bedögönyözve, beigazítottam rá. Na most ebben van olyan, hogy olyan sebparagasztós kötőanyaggal dolgozták meg ezt a lapos karmacsikivet, hogy rajt van a kötőanyag is, de én miért ne építsem be ezt az utókornak több évszázadra, mert ezek ott még fagyálók, és itt közelről nagyon ronda, de hát nézd meg akkor azt a madárkaspót, azon sincs igazítva semmi. Próbáltam úgy háromszögre kitörni, hogy ne sok kötőanyag kell, de ezek gyakorlatilag kövek, de olyan kötőanyag van rajta, hogy ezzel együtt fogom itt majd azt az ovális kasput megépíteni, aminek a két oszlopnak a tetején lesz egy szamárból tűvel. Hát ember miért, de hát... Ideál a mangó is lesz a modell? Hát a mangó az majd alulról nézi, mert az minden reggel ott ijázik már, mert oda szokok neki adni egy marék árpát is. Egyszer hozzászoktatod, akkor ezt hozzászoktatod. De nézd, most itt töltöm az akkumulátort. Az akkumulátor tölt, és úgy szól a traktoron, hogy amikor nagyon kileng a mutatója, most a 3,8 körül, ha megy visszafele, akkor tölt. Ma talán azt is meséltem, hogy ennek a műszaki eszköznek az a logikája, hogy nem akkor lesz jobb, ha több a mércén a látható szám, hanem ha visszaáll egy kicsit. Ez van. Már csak köhögött, de nem biztos, hogy az akkumulátor a hibás, mert elég jó tekeri, hanem az a gyanúm, hogy nem lehet eredeti egérfarkas izítót, vagy rosszabban neve gyertyát ilyen jellegűt kapni, hanem ezt a csöcsöset, ami egy ilyen babszemféle, de eredetileg abban nem ilyen van. Mert nem tudom hófehérre fölizítani, hogy a gazt elrobbantsa. Aztán most szarakodtam, hogy vele nem indult, mérgen beelkezdtem kártyát pirgálni, mert nem állunk le. Itt megnézi, de hát ide vagyok készülve, látok,
ami még használható, azok itt a főváros. Na ott volt a krumpli ágy, most a disznók párcsfogásba vették, keresik a pajórokat, meg a krumplit. Persze a javát én kiszedtem, mert betettem a kemencénbe, mert megtörtént a növényházba a próbafűtés. Tegnap előtt azután minden nap elgyújtom, kikormultam a kéményt, aminek az az eljárása, egy hosszú drótot bedugok, annak a végén van két régi farmer nadrágom rákötve ilyen bunkóba, és azt ráncigálom át 10 méteres vascsövön, ilyen vascsövön, mint ez badog, de ez az olajcsövön. És akkor most van húzat. Jövő héten onnan jelentkezik akkor Jani bácsi, jó? Hát majd ott is... Mások, ki ebből jelentkeznek Jani bácsi növényházból? Na, most nézd ide, most úgy vagyunk, hogy most én készítettem ide, ezek mennek majd az ágyas tetejére. Azt oda kell cipelni. Hát a gyerekkel hozattam 4 vödör hobbit beton, meg egy zsák cement is hozzá, meg így is kevés lett. Közben meg, mikor már azt hittem, hogy nagyon fasz a égelés lesz, akkor megszállt, mert hiába azért élire van ez a stáfli, olyan deszka van, kicsit megüt. De átfungáltam a dolgot, mert ezt is egy 2-3 centis peremmel lerakom úgy, mint ott azt a patkát. Tehát nem ez a vég, itt csak azért, hogy elég legyen a beton, mert most nullára elfogyott a cementen minden, azért beleraktam ilyen gránit lapokat, hogy legalább ne sok ragasztóanyag tűr, amikor véglegesít. Azt tegnap délután csináltam, tehát egy nap. Először alulra bedögönyöztem, mert ugye most erre van fölültem, mert aztán egységesen föl tudtam rakni, bemertem nagyjából zsinórba, alá dögönyöztem a lisongot, azt meg mikor megérik, akkor kifeszítem, kipattintom. Jó, meg azt a leles fehérrel van. De előtte kicsit megreszelgetem itt a sorgyát, mert így van a sablon, hogy kijöjjön oda a fönsági víz. Itt tartunk, aztán most ott a mangolének. Jövő héten lesz a disznóknak a téliesítése, mert azok már olyan fészkát építenek maguknak, már fáznak hallani. Ja, tudd már köszöntjük. Mi van mangol, itt a dadog! Jó, valandjon!